Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor is bemutatjuk az Albaregia Szimfonikus Zenekar új vezetését. Ruf Tamás az igazgató, illetve Dobri Dániel már volt a vendégünk, most pedig itt mindennek rendelt ideje van, tudjuk ezt régről. Vendégem Dobszai Péter, aki a zenekar művészeti vezetője és vezető karmestere, egyéb iránt pedig junior prima díjas karmester, a Gazdagréti Szent Angyalok templom, illetve a Dohány utcai zsinagóga orgonistája, és emellett pedig tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm szépen, jó estét. És annak is örülök, hadd mondjam, a klasszikus zenerajongók nevében, hogy elfogadta ezt az invitálást, és eljött hozzánk Fehérvárra. Ugye a D betű, hadd fogalmazzak játékosan, nagyon fontos a fehérvári zenekar életében, hiszen itt volt Drahos Béla, Dubocki Gergely, az ön elődje, illetve hát most már Dobri Dani, Dobszai, tehát csupa D. A karmesteri munka megszerettetése az egy rendkívül fontos dolog, és hogyha valakit gyermekként ír egy-egy olyan impulzus, hogy ez lesz az élete, az nem különben. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy olvasom, hogy kazettán megkapta Beethoven 5. szimfóniáját Klemperrel, és az a pillanat eldöntötte az életét. Ez valóban így volt? Így volt, így volt. Legalábbis ez az a pillanat, amire emlékezni is tudok. Dobszai Anna nagynéném családban Panna megszólításra hallgat. Őtőle kaptam egy klasszikus zenei válogatás kazettát az egyik születésnapomra. Én azt hiszem, hogy kisiskolás lehettem, első-második osztályos, és ez az 5. szimfónia előadás, ez nagyon nagy hatással volt. De a családi legendárium szerint ilyen 2 éves korom környékén már kizökkenthetetlen voltam, hogyha például Pavarotti szólt a rádióban. Amikor a legenda valósággá válik, azt megtapasztaljuk, hogy milyen csoda dolgok történhetnek, de pontosan ezért szükségszerű, hogy megemlítsük a nagyapját, aki egy fantasztikus zenetudós és karnagy volt, akitől azt hiszem az indítatást is kaphatta olyan szinten, hogy most itt van a pályája elején, de már a csúcsán, ha úgy tetszik. Ez egészen biztosan így van. Dobszai László nagypapám 7 gyermeke volt, és ugyan hivatásos zenész csak egy lett a 7 gyermeke közül, de mind a 7 gyermeke tanult hangszeren, énekelt kórusban, és most az unokák generációja, amiben én vagyok, és a mi gyermekeink is most már a dédunokák, az egész családot áthatja a zene, nem hivatásszerűen feltétlenül, hanem pusztán az érdeklődés és a zenének az élvezete szempontjából. Ez egyértelműen nagypapám személyéből és érdeklődéséből táplálkozott. Tehát az nem is lehet kérdés, hogy egyenes útja volt az általános iskolán és a középiskolán át a Zeneművészeti Egyetemre. Tudatos volt mindvégig? Tehát készült arra, hogy a tehetségét kibontakoztassa ilyen szinten is? Igen, a maga a vezénylés, a karmesterség az gyermekkori álom volt. Zongorázni kezdtem el 8 évesen az énekzene tagozatos általános iskola mellett, ahol a kórus éneklés volt a mindennapjaimnak a része. A zongoráról orgonára váltottam 16 éves koromban, és körülbelül ez volt az időszak, amikor a karmesterségnek a gondolata arrébb került a fejemben. Karmesterképzés középfokon nem létezik, még a konziban sem, a zenei szakközépiskolában sem, úgyhogy egyszerűen nem láttam a realitását annak, és nem láttam az útját annak, hogy hogyan lesz vajon valakiből karmester. És tulajdonképpen akkor tudtam visszakanyarodni ehhez a gyermekkori álomhoz, amikor a sikeres zeneakadémiai felvételi orgonaszakra ennek a megtörténte után Hamar Zsoltnál egy hetes nagypapám által szervezett karmesterkurzuson a vezénylés újra a látóterembe került. Mit lehetett megtanulni azoktól a mesterektől, hiszen számtalan világhírű mester tanította, azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy a zeneszeretet az alapvetés, a másik, hogy folyamatosan tanulni szintén, a tehetség megvolt, de ennél azért jóval több kell, hogy valaki egy olyan pályát fusson be, amit megálmodott magának. Igen. A nagyon összetett
szakma és hivatása a vezénylés. Tulajdonképpen mindeni zenei megnyilvánulás az, de talán ez különösen. És az ember a tanáraitól nyilvánvalóan megtanulja először a vezénylésnek a technikai részét, ami a nyelvtana az egész kézzel való kommunikációnak. Ugyanakkor, ahogyan ehhez az esztétikai, zenetörténeti, akusztikai és számos egyéb területen a kiegészítő tudományok és mindenfajta olyan háttértudás hozzá csatlakozik ehhez a tudáshoz, ami nem feltétlenül a vezénylés tanároktól személyesen származik, de a jól felépített zeneakadémiai tantervnek köszönhetően beleépül a növendékeknek a tudásába, az még mindig kiegészítésre szorul, és itt lépnek be azok a lényegében talán legfontosabb és leglényegibb kérdésfeltevések, amik az karmesteri előadásoknak az alapjait adják. Azok a kérdésfeltevések, hogy az egyes hangok, azokat hogyan tudjuk megérteni, és hogyan tudjuk teszem azt 1750-ben megfogalmazott zenei gondolatokat 2021-ben érvényes üzenettel kommunikálni, átadni, és annak az értékeit felmutatni. Szerintem ezek a kérdésfeltevések azok, és nem a válaszok, hanem a kérdésfeltevések, ahol a zeneakadémiai tanáraimnak az erényei a leginkább megmutatkoztak. Tehát az egyéniség rendkívül fontos, megtartani az egyéniséget. Egyébként igen. Pedig olyan lesz valaki, hogy Somlyó György fogalmazott úgy, hogy kétségbe esettem, mimeli azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Ugyanakkor a tehetség kibontakoztatásához nyilvánvaló rengeteg munkára van szükség. Tehát ahogy az imént is említette, hiába vannak a nagyszerű mesterek, ha valaki nem figyel oda, és nem próbál napról napra fejlődni. Ennek érdekében mi mindent kellett tennie, hogy szintet lépjen, és mindig abban az időben, amit eltervezett, meg talált magának? Egyrésztről a mostanra úgy látom, hogy szinte egyenrangú fontossággal bír egy zenész pályájának a szempontjából a tehetsége mellett a fegyelmezettsége és a képessége arra, hogy egy nagyon szisztematikus tanulási folyamatot, éveken, évtizedeken át tartó tanulási folyamatot fent tudjon tartani. És ne az impulzusaiból, ne kizárólag az impulzusaiból, az érdeklődésének és az éppen aktuális lelkesedésének a szempontjából dolgozzon, hanem egyszerűen a karmesteri repertoár az van olyan hatalmas, hogyha az ember nem szab magának szabályokat, és azokat nem tartja be, akkor sosem fog a végére érni, és sosem fogja átlátni azt a zenetörténeti anyagot, amivel ő foglalkozni szeretne. Ezután egy második, még mindig kimondott a művészi szempont, ezen az átlátott repertoáron belül a fókuszoknak az elhelyezése, mert hogyha az ember a lehető legszélesebbre tolta az érdeklődésének a skáláját, akkor azon belül még mindig könnyű elveszni, le kell tenni azokat a fókuszokat, ahol igazán mélyre is tud utána ásni. Melyek voltak a legfontosabb szabályok, amelyeket meghatározott magának, amelynek mentén ma is folytatja a munkát? A mindennapi életre vonatkozóan ezek változnak egy kicsit, mert családos ember vagyok én is. Igazából az alapelvek azok, amiket fent kell tartani. Egyszerűen a legfontosabb, ami praktikusan meghatározza ezeket, az az, hogy az ember nem engedheti meg magának azt például, hogy próbára felkészületlenül érkezzen. Ahogyan nem engedheti meg magának azt sem, hogy még ha nem is vezényel egy művet, ha ne adj Isten, még azt is tudja, hogy nem is fogja, mert valami miatt nem akarja vezényelni, akkor sem engedheti meg magának azt, hogy nem tud erről a műről, nem ismeri. Az feltétlenül kitűzött célja kell, hogy legyen egy karmesternek, hogy átlássa a repertoárját, és hangszertechnikai szempontból, esztétikai szempontból, társadalmi szempontból azoknak a lényegi mozzanatait átlássa. Óriási kihívás, mint ahogy a fókuszt is megtalálni. Mi van az ön fókuszában? Vannak-e korok, zeneszerzők, stílusok, amelyeket különösen nem szeretne elengedni? Nagyon is.
Egy karmester ilyen szempontból sosem annyira szabad, mint egy szólista. Hiszen lényegében szimbiózisban vagyunk a zenekarunkkal, vagy azzal a zenekarral, amelyikkel vendégkarmesterként dolgozunk, és a zenekarnak az adottságai, lehetőségei, erényei, ezeket sokkal erősebben figyelembe kell venni, mint egy hangszeres szólistánál. Ami én nekem személyes érdeklődésem, az egyfelől Mozartnak a minél mélyebb megismerése és minél magasabb szintű tolmácsolása, és ezen kívül van egy különleges vonzódásom Brahmshoz, Mahlerhez és Bartókhoz is. Nagyon bízom abban, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral ezeknek a szerzőknek egy jelentős részét meg tudjuk majd szólaltatni, de nem akarok előre szaladni. Természetesen ezekről tudunk még később szót ejteni. Azzal szeretném még az alapelveknek a sorát kiegészíteni, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most már 10. éve Metzner Verával, az ügynökömmel együtt alakítjuk a pályámat, és az ő szempontjai és az ő vele való stratégiai egyeztetés azok mindig olyan szempontokkal szolgálnak, amik az én eredendően kizárólag művészi szempontú döntéshozatalaimat nagyon, nagyon jó egyéb szempontok alapján támogatják és meghatározzák. Tehát nincs megízetlen észparlagi föld elgurult göröngy az életében. Hála Istennek, jól van. No, viszont az orgonaművészi pályájáról is hadd kérdezzem, hiszen az nagyon-nagyon fontos, hogy két olyan helyszínen is dolgozik, továbbra is, mert én azt gondolom, hogy ez hitkérdése egyik oldalról, a másik oldalról pedig elkötelezettség, nem különben. Tehát a Gazdagréti Szent Angyalok templom, illetve a Dohány utcai zsinagóga. Igen. Én katolikus egyházzenében nőttem föl. Én magam is egy hívő ember vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházzenének az igényes életben tartását. Lehet, hogy ebben a megfogalmazásban hallatszódik némi pesszimizmus vagy panasz ebben az életben tartásban. Ez részben indokolt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az egyházzenei remek műveknek az aktuális és mai üzenetét is liturgiai, tehát annak eredeti környezetében életben tartsuk. Tehát a Gazdagréti templom az, ami ilyen szempontból én nekem a hazai pálya. A Dohány utcai zsinagógának a zsidó vallási zenébe való beletanulást jelentette számomra. Ezt meg kellett tanulnom. Ugyanakkor mostanra, 7. éve vagyok ott, mostanra azt mondhatom, időrendjét tekintve régebb óta van az életemben, mint maga a Gazdagréti szolgálat. Korábban más katolikus templomokban szolgáltam orgonistaként, de hogyha az állandó helyeket nézzük, akkor a Dohány utca a második otthonom, és nagyon, nagyon izgalmas zenei világot ismertem meg ott is. Tehát a szolgálat önmagában is megerősít, ahogy ezt mondta mindenképpen, és ez fontos is természetesen, mint ahogy az is fontos, hogy ki tudjon tekinteni, tehát hogy megismerjék szerte a világban. Ennek sincs párja, hogy ha úgy tetszik, ilyen fiatalon bejárhatta a világot, mert én azt gondolom, hogy az elismerés egyik oldalról megerősítést jelent mindenképpen, tehát minden egyes meghívás, másrészt pedig kihívás is, hiszen azok az elvek mentén kell, hogy játszon mindenütt, hogy nem egyszeri alkalom, hanem egy folyamat része. Így van. Melyek voltak a legfontosabb koncertek? Az egészet ne soroljuk fel, mert annyi időnk nincsen nyilván. Igen. Minden külföldi vendégszereplés egy kölcsönösen gazdagító élmény zenekarnak, karmesternek egyaránt. Végtelenül izgalmas volt számomra például azt testközelből látni, hogy a Jekatyerinburgi orosz zenekarnak az a fantasztikusan intenzív vonós hangzása, az milyen konkrét izommozdulatokból és milyen szokásokból, zenekari kultúrát érintő szokásokból épül föl. Nagyon izgalmas volt Japánban azt megtapasztalni, hogy az ott jellemző nagyon letisztult és átlátható
transzparens zenekari hangzás, az miből táplálkozik, szintén zenekari kultúrának milyen szegmenseiből. És nagyon izgalmas volt az is, hogy például egy német zenekarnak a Brahms játéka, az milyen anyanyelvi jellegű megoldásokból nyeri el azt a sajátos német ízét, amit föl lehet ismerni. Ezeket a tapasztalatokat egyébként hasznosítja itthon is? Mindenféleképpen. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezeket integrálni. És egy zenekar saját esztétikájában ez talán önellentmondásnak tűnik, de pontosan a hangzás identitásának és a zenekar saját magára megfogalmazott művészi fókuszának az egyik legfontosabb elemének éppen a változatosságot tartom. És azt a rugalmasságot, ami szinte nyelv, ahogyan egy színész vált karaktert, vagy ahogyan az ember olasz nyelvről franciára vált, úgy tartom azt nagyon fontosnak, hogy egy hegedűs másképpen emelje föl már a vonót, hogyha egy Mendelssohn kotta van előtte, vagy hogyha egy akárcsak, ha nem is egészen korszakot váltunk, hogyha mondjuk csak Mendelssohnról Brahmsra váltunk, és nem Mendelssohnról Bartókra vagy Mozartra. Megérkeztünk Székesfehérvárra. Milyen elvek mentén döntött úgy, nyilván ezt azért át kellett gondolnia, hogy elfogadja azt a felkérést, ami a művészeti vezető vezeti karmesteri prosztot jelenti, hiszen azt tudjuk, hogy az Alba Régia szimfonikus zenekar szintet lépett az elmúlt időszakban, tehát kiemelt minősítéssel, ugyanakkor nagyon fontos, hogy lépni kell, mert hogy koránt sem mindegy, óvatatlanul is kell, hogy beszéljünk a közönségről. Tehát egy olyan közönség, amely nyilvánvaló, hogy megszokta az abszolút klasszikusokat, Mozarttól akármeddig, viszont a nyitás igénye a kortárs, a fiatalok felé alapvetés mostanság. Melyek voltak az alapvető szempontjai a döntésének? Amikor Ruf Tamás igazgató úr a pályázati folyamatnak egy pontján felkért engem erre a szerepre, akkor egyfelől az ő személye volt az, ami a kölcsönös bizalomnak a megtapasztalása folytán azt a reményt mutatta meg nekem, hogy itt egy nagyon komoly építkező munkába bele tudunk kezdeni. Karmester és zenekar viszonya is nagyon fontos, karmester és igazgatónak a viszonya is nagyon fontos. Az Alba Régia szimfonikus zenekar, azon szimfonikus zenekarok egyike, azon három szimfonikus zenekar egyike Magyarországon, akiket még nem vezényeltem. Ilyen módon velük társulatilag korábban zenei kapcsolatom aktívan nem volt, viszont figyelemmel kísértem az ő munkájukat, itt a koronavírus járvány időszaka alatt az interneten, előtte élőben is, és nagyon sokukkal volt máshol olyan jellegű közös zenélésem, aminek alapján az ő zenei erényeiket elég széles körülön fel tudtam mérni. Zenei szempontból is és intézményi szempontból is azt látom, hogy egy olyan fordulóponton van ez a zenekar, ahol egy 6 éves komoly előremutató, erényekkel gazdag, építkező munka átlépheti azt a küszöböt, ahol a legmagasabb művészi célokat tudja az együttes maga elé kitűzni. És először Magyarországon és utána remélhetőleg nemzetközi szempontból is egy kiemelt figyelemre érdemes művészi munkába bele tudunk kezdeni. Ez fontos, hogy kiszélesítsék a repertoárt, gondolok itt elsősorban arra az igényre, illetve arra a törekvésre, hogy beemeljék a kortárs zenét abba a körbe, amit talán a fiatalok is jobban elfogadnak, ha a klasszikus zenéről beszélünk. A kortárs zenének a jelenléte nagyon fontos, ugyanakkor nagyon komoly érzékenységet kíván a műsorra tűzésének a módja, üteme és a válogatása. Dobri Dániel, aki a kortárs zenei műhely művészeti vezetője lesz a zenekarnál, illetve már most is az, ővele közösen tervezzük ennek a programnak a véghezvitelét, és ez természetesen szoros összefüggésben van, ahogy ön is mondja, azzal, hogy elengedhetetlen a szembenézés azzal, hogy sokkal aktívabban kell megszólítanunk
a fiatalabb korosztályt a szimfonikus zenekar részéről. Erre mód és lehetőség nyilván nyílik, de tudatosan készülnek rá, az is egyértelmű. Vannak már olyan darabok, amelyek már ott vannak a fejében, hogy ezt mindenképpen látniuk kell a fehérvári fiatal és környékbeli fiataloknak? Vannak nekem is, Daninak még inkább. A műsortervezés része ennek a kortárzenei műhelynek elsősorban az ő kezében lesz. Legfőképpen azért is, bár én bennem is nagyon komoly az érdeklődés erre a területre, de én nekem fókuszálnom kell a törzs repertoáron belüli hangsúlyoknak a letételére, és az évadnak a gerincét, a törzsét, annak a megfogalmazására, hogy az jó ütemben és jó hangsúlyokkal történjen meg. Mint ahogy jó ütemben történt itt is a váltás, a vezetői váltás, úgy gondolom, viszont ehhez az kell, hogy teljes embert kíván, nyilvánvaló ez a feladat, illetve ennek a megoldása, hogy fogja tudni beosztani az idejét. Hála Istennek mind a Dohány utcai zsinagógában, mind a Gazdagréti Szent Angyalok templomban nagyon rugalmas beosztásban tudok dolgozni. Egyrésztről olyan szempontból, hogy zenekari próbákat alapvetően azért praktikusan a hétköznapokra tervez az ember, itt pedig a liturgiák elsősorban a hétvégét érintik. Másrészt mind a két helyen azt mondhatom nagy örömmel, hogy büszkék az egyéb jellegű feladataimra és elfoglaltságaimra. És Székesfehérváron is, az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál is teljesen természetes az, hogy vendégkarmesterrel is fontos, hogy dolgozzon a zenekar. A praktikus egyeztetés kulcsa az a messzire való előre tervezésben van, és hát ebben mind a három intézmény vezetősége partnerem, és azt gondolom, hogy ez harmonikus módon meg fogjuk tudni oldani. Essék szó a családjáról, hiszen tudjuk, hogy lelke Jobbik fele is klasszikus zenével foglalkozik, és ott van a két gyermek. Ők miként gondolnak arra, hogy most apa Székesfehérvárra költözött, hiszen ahányszor fölhívtam telefonon, mindig próbált. Igen. Az az igazság, hogy feleségem büszke a lehetőségre, és örül neki. Ő zeneszerző is, karmester is, nagyon pontosan érti és átlátja azt, hogy ez az én karmesteri pályám szempontjából egy mérföldkő lehet. Olyan lehetőségek nyílnak meg így a zenekarral közösen én előttem, ami ezt a fajta építkező munkát, amire kamaszkorom óta készülök. Ez valóban egy én nálam bevallottan nem vendégkarmesteri koncertek sorában látom a karmesteri pályának a lényegét, hanem az ilyen jellegű építkező munkában látja, hogy ez egy kapu az én számomra, ahol a pályámnak a kiteljesedése elkezdődhet, remélhetőleg a város és a zenekar és az én örömömre egyaránt. A gyerekeknél még ők még nem látják azt, hogy ez most valamilyen szempontból különbség a korábbiakhoz képest. Nem fogok kevesebbet dolgozni, de többet sem időbeliségét tekintve, hanem egyszerűen a tevékenységemnek csak a hangsúlya kerül Székesfehérvárra, és a teremtő energiáimnak és gondolataimnak a legjelentősebb nyalábja fog itt megnyilvánulni. Ha már a kapuról beszéltünk, akkor a végére egy kérdés. Mi klasszikus zenebarátok mikor léphetünk be azon a kapun? Nagyon nagy szeretettel várjuk a közönségünket. Remélhetőleg már június 11-től kezdve első alkalommal, ahol egy olasz esttel kezdődik meg a nyitás, a pandémia utáni nyitás a zenekarnak a részéről. És június folyamán feltett szándékunk meghirdetni az új évadot is, annak a teljes programjával egészen egy évre előre. Bérleteseinket, koncertlátogatóinkat nagyon nagy szeretettel invitáljuk és várjuk, és igyekszünk a lehető legizgalmasabb, újszerűbb és építőbb jellegű műsorokat kínálni a számukra. Köszönjük szépen, mit kívánjak önnek, önöknek?
sok energiát és nagy munkakedvet, fáradhatatlan munkakedvet. Erre lesz a legnagyobb szükség. Történjék így, lesz dolguk bőven, nincs kétségem felőle. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Dobszai Péter volt, az Albarigia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és vezető karmestere. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!